Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt biztos úr, biztos helyettes asszony, biztos helyettes úr és munkatársaik, ellenzéki képviselőként a kormánypárti képviselőtársam intésére köszönöm, hogy még elmondhatom azokat az önökével nem egyező gondolatokat, amelyeket egyébként minden parlamentben el szoktak mondani. De a helyzet az, hogy ugye ez olyan műfaj, hogy a kormánypárti képviselőtársak nem tudom miért, egyébként védenek egy független intézményt, tehát megvédi ő saját magát. Az ellenzéki képviselők pedig jellemzően és tipikusan inkább arról beszélnek, ami nem szerepel az előttünk fekvő dokumentumban. Ez ugye műfaji sajátosság, azt szoktuk hiányolni, ami nincs előttünk levezetve, ezért engedtessék meg nekem is, hogy felhozzak pár olyan témát, amivel kapcsolatban nem csak szélesebb körben olvasnék szívesen megállapításokat, de a jövőre vonatkozóan is arra kapacitálnám biztos urat, hogy foglalkozzon bátran ezekkel a területekkel, mert ezek meghatározzák a következő évtizedeinket. Az említett akkumulátorgyárak kapcsán valóban kérdés az, hogy honfitársaink alapvető joga-e az az egészséges környezethez való jog, amely a Gödi akkumulátorgyár környékén egyértelműen nem érhető el, azok körében, akik ugye nagyon közel kell, hogy egy ilyen intézményhez éljenek. Nem vagyok benne egészen biztos úr, hogy a Gödi akkumulátorgyár környékén ugye a vízmintavétel során kimutatott egyértelműen káros anyag mintavétel ideje, azaz általunk tárgyalt jelentés tárgyalás idejére esik-e. Nem esküdnék meg erre, elképzelhető, hogy az egy korábbi időszakban történt, de szeretném tisztázni az akkumulátorgyárakat, illető álláspontomat, álláspontunkat is. Én úgy gondolom, hogy ha Magyarországon egy helyi közösség által megerősített módon, lakott területtől legalább 5 vagy 10 kilométerre, a helyi munkaerőt preferáló és előnyben részesítő módon, és a környezet károsítását kizárva valaki ilyen technológiával szeretne gyárat létesíteni, még egyszer mondom, ha a helyiek ezt megerősítik, akkor ám legyen. Tehát mi nem vagyunk zsigerileg elutasítók, és nem vagyunk fundamentalisták ebben a kérdésben. De azt el kell, hogy mondjam önnek, hogy Magyarországon az ott élők alapvető jogainak figyelembevételen nélkül történtek ezek a beruházások. Nagyon sokszor nem csak a helyi közösségek megkérdezése nélkül, de még egy közmeghallgatáson is lakcímkártyákkal szórakoznak, biztos úr. Holnap is lesz egy ilyen közmeghallgatás. És nem fognak oda feltételezhető módon beengedni nem helyi lakcímkártyával rendelkező polgárokat. Lehet, hogy országgyűlési képviselőket még igen. De ilyen szinten megy a szőrszál hasogatás, miközben mindannyiunk egészséges környezetének a megóvásáról lenne szó, és úgy gondolom, hogy önöknek is lehetne itt azért helyük, szerepük, súlyuk mindenképpen. Tehát azért önök valamelyik témában megnyilvánulnak, ez nyomó erővel bír a kormánypárti képviselők cselekedeteire nézve, és számunkra is nagyon fontos, nem csak évente egyszer. Muszáj említenünk azt a példátlan eseménysorozatot, amelyet a magyar devizahitelezés egyik legsötétebb fejezeteként tarthatunk számon, ez pedig a kilakoltatások világa. Engem is nagyon érdekelne, hogy az alapvető jogok sérelmét mennyiben érik tetten, és mi az ön személyes véleménye arról, hogy több mint 23 ezer családot lakoltattak ki elhelyezés nélkül Magyarországon, jó sokuk gyermekes család volt, és a kormány ahelyett, hogy a károsultak helyzetét igyekezett volna rendezni, piaci áron forintosított paktumot kötött egyébként a bankokkal és az érintett szervezetekkel. Ugye 2015. februárban az EBRD paktumot is megkötötte a kormány, a károsultak szervezeteivel nem tett ilyet, és legalábbis család vagy véleményes körülmények között számtalan magyar család elveszítette a lakóhelyét. Ebben a környezetben legalább az elsétálás jogát be kellett volna vezetni. Tudom, hogy ez jogalkotói feladatkör elsősorban, és én ezt nem szegezhetem önnek. De az egészen biztos, hogy az utánkövetés tekintetében még mindig tehetnénk olyan javaslatokat, amelyek megkönnyítenék a helyzetet az elsétálás joga értelmében. Ha valakit már kiforgattak a vagyonából, elrevelezték a házát, betartotta a különböző csőd biztosi feltételeket, 5 év elteltével engedjék szabadulni, tiszta lapot kezdeni egy amúgy is nagyon nehéz helyzetből, és újjáépíteni az életét. Ezt szintén hiányolom. Amiről viszont igazából beszélni akartam, azok a jövőbeli kihívások, és korunk az emberi történelem egyik leggyorsabb gazdasági átállása közepén, úgy gondolom, hogy nem készült fel a mesterséges intelligencia okozta kihívások kezelésére. A leginkább akut kérdésem ön felé az, hogy érzi-e az ön intézménye és a munkatársak
érintettségét ezen a területen. Tehát Magyarországon egyre szélesebb körben lesznek olyan visszaélések, amelyeket mesterséges intelligencia generál, és alapvető jogokat érintenek, akár többet is egyszerre. Egyáltalán nem véletlen, hogy a 2020-as Európai Uniós Fehérkönyv ugye már az alapvető jogok sérelmét féltette a mesterséges intelligenciától, kiemelve az emberi méltóságot és a magánélet védelmét, de aztán számos egyéb területet soroltak fel, hogy a készülő AI-ek, tehát Európai Uniós Mesterséges Intelligencia rendelet esetében is az EGSB ajánlásaiban még a lakhatást, a szociális kérdéseket is felsorolják, melyek veszélyben vannak különböző mesterséges intelligencia alkalmazásokból kifolyólag, hogy mondjak egy példát, talán egyik legérzékenyebb terület az iskolai zaklatások, amelyeknek kisiskolások áldozatai, egyre többször fogják elkövetni őket. Olyan hamisított videók, képanyag alapján, mesterséges intelligencia felhasznált hamisítványok és különböző lejárató történetek alapján, amelyeket most még fel sem mérünk Magyarországon, egy ilyen esetben hova fordulhat a rendőrségen kívül majd az állampolgár. Szerintem érdemes lenne előre foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, főleg azért, mert a nagy technológiai cégek, akik ugye ezt a passzát most fújják, a termékeiket utólag szokták ellenőrizni jó esetben, akkor, hogyha az érintett kockázat már bekövetkezik. Amire most szükség van viszont az, hogy előre kidolgozzuk azokat a pajzsokat, amelyek az érintettek alapvető jogait képesek megóvni, megvédeni, és hát az a típusú soft law, aminek a kidolgozására szükség lenne, azért lenne jó, azért lenne erős, mert ez be tud épülni a jogalkotási folyamatba, már 0-0-nál, tehát nem egy utánkövetéses rendszert lehetne megvalósítani ezáltal, hanem adott esetben előre foglalkozni ezzel. A kérdés, hogy önnek, a hivatalnak van-e érintettsége ezen a területen, oszlassuk el azokat a kételyeket, és ez megint csak a kormány feladata lesz elsősorban, hogy lehet-e önökhez fordulni, vagy kihez lehet fordulni Magyarországon ilyen ügyekben. Most már számos területet soroltam fel, de teljesen egyértelmű, hogy ezekhez sorolható érzékenység tekintetében a készpénz használatot illető is, amiről már képviselőtársam teljes joggal szólt. Ugye akkor, amikor Magyarország kormánya a készpénz használat jogát elkezdte visszaszorítani, a bankokon keresztül egy olyan koncepciót valósított meg, hogy az akkori nettó átlagfizetés erejéig tehermentesen lehessen hozzájutni a készpénzhez, ez akkor ugye 150 ezer forint volt. Értetlenül állok azelőtt, hogy úgy viselkedik a kormány, mintha nem lenne infláció. A családi pótlék értékét egyébként érthető módon hagyja elpárologni, mert a kormány nem is csinál titkot abból, hogy filozófiája a munkához kötött kedvezményeknek az értéknövelése, ami egyébként az én gondolkodásmódomtól nem áll távol. A probléma az, hogy a kormány ezt nem csinálja. A családi adókedvezmény értékét úgy szintén hagyta elpárologni, megint a családosok jogairól kellene, hogy beszéljünk ezen a fronton, hogy a jogalkotó kitalált egy családtámogatási modellt, és hagyja ezt évről évre elinflálódni tudatosan, nem súlyozza minden január 1-én az infláció összegével, pedig a család joggal tartott számot arra, hogy X értékkel minden évben tud gazdagodni, és ebből mondjuk a gyermekek nevelését finanszírozni. A helyzet az, hogy a kormány itt sem követi az inflációt, de az említett készpénz kérdésében sem. Ha súlyoznánk az inflációval a tehermentes készpénz felvétel lehetőségét, akkor egy nagyjából 300 ezer forint körüli értéknél kellene most tartanunk, amihez tehermentesen hozzájuthat egy magyar család. Nem beszéltem még szociális vagy nullás bankszámláról, és számtalan olyan vívmányról, amely mondjuk az Egyesült Királyságban létezik, az Európai Unió egyes tagállamaiban létezik, Magyarországon sajnos többszöri felszólalásunk ellenére sem, de a legnagyobb veszélyt egyértelműen az alapvető jogok szempontjából a következő évtizedben a mesterséges intelligencia jelenti. Az én álláspontom szerint két dolgot nem szabad csinálni ezzel a területtel. Megpróbálni betiltani, tehát a jövőt nem lehet betiltani, és a modern technikát sem. A másik, amit legalább ennyire szigorúan tilos csinálni, szabadjára engedni. Kontroll nélkül hagyni működni. Mert a vállalat és a multinacionális érdek soha nem fogja az alapvető jogokat előre is magától tiszteletben tartani, egy szabályozott környezetben tud működni. A szabályozott környezet kialakítása nyilván egy európai jogalkotási tér, valamennyire egy kicsit a magyar feladata, de szerintem óriási hibát követnénk el azzal, hogyha a magyar parlament azt mondaná, hogy hát megvárjuk mi az Európai Uniós jogalkotást, majd implementálunk, átveszünk, amit lehet, esetleg finomhangolunk rajta valamit, mert a történelem elmegy mellettünk. Az AI Act, hogyha befejezik, és mondjuk a magyar elnökség ideje alatt sikerül ezt elfogadni, másfél-két év alatt fog hatályba lépni.
annyi idő alatt ez a technológia teljes mértékben kicserélődik, újfajta veszélyek fognak megjelenni. Az iskolai zaklatás, amit említettem, csak egy ebből. Számtalan olyan alapvető jogokat érintő veszély tornyosul előttünk, amire nem csak a parlamentnek kell felkészülnie, de úgy érzem, hogy kell egy hivatal, kell egy intézmény, amihez fordulni lehet majd hasonló esetekkel. Nyilván, ha BTK-s érintettség áll fenn, akkor az ember a rendőrséghez fordul, és kéri különböző szervek segítségét, vagy éppen eljárást indít. De úgy gondolom, hogy annyi határterület lesz, annyian szürke zónás terület, hogy az önök érintettsége egyértelműen fenn fog állni. A kérdés, hogy van-e erre nyitottság, illetve hogy az a magyar állampolgár, akit hasonló jellegű sérelem ér a jövőben, tud-e egyáltalán valahova fordulni. Köszönöm a figyelmet.